Ahogy ebből a pártaktusból is kitűnt, nem hagyományosan értelmezett szimfonikus zenével várta a nagy érdeműt a szolnoki szimfonikus zenekar. A könnyed szórakoztatás volt az elsődleges szempont, így aztán ismert operettek, ismert betétszámai adták a koncert jelentős részét. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy ez az a műfaj, mármint az operett, amelyen könnyebben fogyasztanak a nézők, mint a súlyos nagyzenekari műveket, és ez mégiscsak az alkalomhoz jobban passzolt. Jó az újévi koncertek is, illetve a nyári fesztiválok is arra, hogy azok a kedves nézők, hallgatók, érdeklődők is kipróbálják a komoly zenét, meghallgassák a komoly zenét, akik azt mondják, hogy hát én nem megyek el egy koncertre, vagy nincs bérletem, nem tudom, hogy kell, ha elmegyek, hogy fogom érezni magam, mit kell ott csinálni. Nagyon sokan ezt nem tudják. Érdeklődnek, de nem tudják. És sokszor kapnak ajándékba ilyenkor egy koncertjegyet, ilyen újévi koncertre, és eljönnek, és ekkor olyan a repertoár, ami olyan dallamok vannak, például a mi műsorunk kezdete is, vagy az első is egy operett gála, ahol ismerősek a dallamok, ismerősek a dalok, és mindenki, tehát azért sokan meg is lepődnek, hogy egy operetthez is egy 50 tagú zenekar kell, hogy megszólaljon. Tehát ez egy nagyon jó bemutatása a komoly zenének, és akkor itt már lehet menni, hogy ki mennyire élvezi, vagy élvezte, ki mennyire érezte jól magát, és akkor utána már vesz bérletet, illetve elmegy másik koncertre is. A szolnoki szimfonikusok, ha nincs Covid-járvány, az új évet minden esztendőben egy kéthetes kínai turnéval köszöntik. Ez időtájt épp Shanghaiban voltak hivatalosak, ezt cserélték le a szekszárdi koncertre. Az, hogy most itt lehetünk Szekszárdon, az, hogy kaptunk egy ilyen meghívást, az számunkra mindenféleképpen egy megtiszteltetés. Hiszen az, hogy egy ilyen távoli városból idejöhetünk, és megmutathatjuk a tudásunkat, és szórakoztathatjuk a szekszárdiakat, az nálunk azért is különleges, mert először vagyunk Szekszárdon. Tehát bárhol fellép a zenekar, mindig van egy ilyen érzés, hogy először. Legyen ez Shanghai, legyen ez Peking, legyen ez Szekszárd. Az, hogy itt lehetünk, az egy fantasztikus érzés, és örülünk neki. Most már rendszeressé vált, ahogy az újévi koncerteket egy kínai turnéval ünnepeli meg a zenekar. Hát ez egy kéthetes kemény turné. Ez a két hét az úgy szokott lezajlani, hogy megérkezik a zenekar, és utána koncert, utazás, koncert, utazás, körülbelül 13-14 fellépés szokott, tehát 14 nap alatt megtörténni. Egy fantasztikus kihívás, de össze is kovácsolja a csapatot, de művészetileg ugyanazt a repertoárt, ugyanazzal az intenzitással egy teljesen más közönségnek előadni, az mindenféleképpen egy kihívás. És ez, hál' Istennek, azért ilyenkor egy könnyű repertoár kíséri, könnyen fogyasztható, könnyen értelmezhető repertoár, amiért nagyon hálás a zenekar. A zenekar általában 100 alkalommal lép színpadra, ennek jelentős részében a hazai bérletes előadások teszik ki, és természetesen szoros az együttműködés a helyi Szigligeti Színházzal is. Az évegynyitón az operett dalamok mellett külön szerep jutott Iszaki Masahiro karnagynak, aki több mint 10 esztendeje irányítja a művészeti munkát, és aki bemutatta azt is, milyen nehéz egy karmester élete. A jövőre nézve ez a program egyfajta hagyományteremtés is volt, további hasonló kaliberű programok kínálatával készül a Babits Kulturális Központ az idei esztendőre.